Hatalmas probléma a magyarok körében, hogy azt hiszik, hogy Isten nem hallható fizikailag. Nem tudják egészen pontosan, senki nem mondta el nekik, hogy Isten hallható fizikailag is, emberi fülekkel hallható módon beszél. És persze itt az embernek hamar bejön a misztika, meg a New Age, hogy hát akkor vajon mit kell csinálni, hogy Isten hallható legyen fizikailag? És a válasz a kérdésre az, amit mond Jézus, hogy nem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni ti általatok. Tehát akik megismerték őt, akik újjászülettek Jézus szavai által, a bűnök bocsánata által, az ő dolguk az, hogy fizikailag is hallhatóvá tegyék Istent. Hisz miről szól a megváltás, miről szólt Jézusnak a megváltása? Arról, hogy a mindenható Isten Jézus személyében testé lett, azért, hogy hozzánk testi emberekhez, testi módon szóljon. És ő azt az elhívást adta az ő barátainak, az ő tanítványainak, hogy ők is testi módon szóljanak az emberekhez. Tehát úgy hallható Isten fizikai módon, hogy azok, akik megismerték őt, megismerték az ő jóságát, az ő kegyelmét, megkapták a bűneik bocsánatát, sőt, feltámadást nyertek a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, a zombi üzemmódból, a lelkük feltámadt, hogy ők elmondják azt, amit tapasztaltak, amit ők kapnak Istentől minden nap. A mi atyánkban pedig azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez nem más, mint Istentől való lelki eledel, lelki táplálék, amit mi hallható módon továbbadunk az embertársainknak. Ez a mi dolgunk itt a Földön. Úgy igazából semmi értelme nincs az én testemnek. Én elvileg, hogyha Isten engemet már megmentett, én mehetnék a mennyek országába. Most meghalhatnék, vagy eltűnhetnék örökre. Felmehetnék a mennybe. Akkor ugyan bizony, miért van nekem testem? Mi értelme annak, hogy nekem van testem? Az egyedüli értelme annak, hogy nekem van testem, és még nem haltam meg. Még itt vagyok az élők sorában az, hogy bizonságot tegyek arról, hogy Isten él és létezik, hogy van feltámadás a lelki halálból, a biorobot zombi üzemmódból, és az ember hallani fogja mindenható Istent. Viszont aki hallja, és valóságosan megmenekült, ugyannan született, az nem tud arról hallgatni. Tehát azáltal beszél a mindenható Isten hangosan az emberekhez, a világban megrekedt emberekhez, a bűnökben, a hazugságokban megrekedt emberekhez, hogy az ő gyermekei hallható módon hangos szavakkal elmondják azt, amit ők tőle kaptak és tőle kapnak folyamatosan. Tehát igen, Isten hallható fizikailag is, testi fülekkel is hallható. Ez a célja a megváltásnak, Jézus megváltásának. Azért lett Isten testi Jézus Krisztus személyében, hogy testi módon szóljon a testben megrekedt emberekhez. Az apostolok ugyanezt tették, testi módon szóltak a testben, akár a vallásokban megrekedt emberekhez. És az én dolgom is az, hogy testi módon szóljak Istenről, Istenből, ahogy fogalmazza Pál apostol, a testben, a bűnökben megrekedt emberekhez. Tehát igen, Isten hallható fizikailag is, a testi fülekkel is hallható, feltéve, hogyha újjá vagyunk születve, és meg vagyunk telve az ő lelkével, és van mindennapi kenyerünk, mindennapi lelki táplálékunk, amit megtörünk, tehát megosztunk embertársainkkal. Nem tudjuk elrejteni a mindenható Istent, ugye? Ez volna a mi dolgunk itt a Földön, a mi szerepünk itt a Földön, hogy minél több ember megtudja, hogy Isten ér és beszél. És aki ugyannan születik, ugyanúgy hallhatja Istent, mint ahogy én is hallom, kaphat tőle megértéseket. És amit én lélekben kapok Istentől, az én lelkemben, a szívemben kapok Istentől, azt én hallhatóvá teszem élőben, a hétköznapokban, az interneten, a világhálón, a közösségi médiában. Tehát úgy tesszük Istent hallhatóvá, hogy belőle szólunk, nem pedig valamilyen misztikus módon, ilyen könnyező szobrokkal, vagy bármilyen hazug módon, csalással, ámítással, vagy pedig olyan templomi szertartásokkal, amiket Isten nem kért. Mert Isten tőlünk azt kéri, hogy úgy, ahogy ő nekünk adja lélek által, tegyünk róla bizonságot, arról, amit tett ő velünk. Tehát tegyük őt hallhatóvá. Csak ennyi értelme van az én földi életemnek. Mert nekem az örömöm, a boldogságom már nem a szexből van, nem a szeszből van, nem a földi örömökből, nem a szenvedélyből, nem a hobbikból, hanem az Isten lelke által. Éjjel-nappal beszél hozzám.
álmokban és nappal megértésekben és kijelentésekben. Tehát az én testem nekem arra van, hogy testi módon azt, amit én lélekben kapok, megmutassam az embertársaimnak. Tehát hallhatóvá tegyen a mindenható Istent. Te miért élsz a Földön? Ha megismerted őt, hogyha valóban újjászülettél, akkor mit kezdesz azzal a kijelentéssel, hogy Jézus azt mondja, hogy nem te fogsz szólni, hanem az Atyád lelke fog szólni te általad, hogy a Szentlélek eljön hozzád és megtanít, elvezet minden igazságra, és bizonságtevő leszel, és nem rejthethető el a hegyen épített város. Nem lehet elrejteni az igazságot, hogy testi módon szólunk Istenből, hogy akik még testiek és meg vannak rekedve a testben, a bűntestében, esélyt kapjanak a szabadulásra. Tehát Isten hallható testi módon, és most is őt hallottátok, emberek. Ezekkel a dadogó ajkakkal, ezzel az érdekes földi ábrázattal, de mégis Isten lelkéből szóltam, és arra hívok mindenkit, hogy aki őt megismerte, ne rejtse el, mert abból van nekünk örömünk, abból van nekünk, nekem is örömöm, hogy azt, amit én kaptam tőle, mint gyermekkoromban a jót, a finomat, a csokoládét, megosszam embertársaimmal. Azáltal finomabb a csokoládé, azáltal finomabb a mindennapi kenyér, hogy nem rejtem el, hanem megtöröm és megosztom embertársaimmal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!